A Tiszafüredi Városi Sportegyesület január 21-én a Benedek Gábor Városi Sportcsarnokban rendezte meg a Tiszató Teremfoci Kupát 8 éves, utánpótláskorú gyermekek számára. Most egy összefoglalót láthatnak az eseményről, ahol munkatársunk több csapat képviselőjét, edzőjét szólította meg. Tiszafüreden a hétvégén a Benedek Gábor Sportcsarnokban országos teremfoci tornát szervezett a Tiszafüredi Városi Sportegyesület. A versenyre 9 csapat nevezett. Színvonalas, érdekes és sikeres rendezvényt láthattak a nézők, a szülők. A gyerekek kézilabda méretű pályán játszották a találkozót. Vámos Csabát nem valószínű, hogy be kell mutatni itt egyetlen tiszafüredi szurkolónak sem, hiszen éveken keresztül itt játszottál Füreden, nagy pályán, kis pályán is. Csaba, azóta viszont úgy kicsit eltűntél a füredi szurkolók szem elől. Mi történt veled, merre vetett a sors? Hát azóta tényleg elég sok minden, akkor én Mezőkövesden voltam, azóta már voltam, már 3 csapatnál volt, ahol játékos edző is voltam. Ugyebár dolgoztam előtte utánpótlásban is, de jelen pillanatban is Füzesabonyban megye első osztályban edző vagyok, játékos edző, és mellette itt a Mezőkövesden Zsórinál vagyok a utánpótlás mód. Mezőkövesden igen-igen nagyra törő tervek vannak kialakulóban, nem csak a felnőtt csapat, hanem az utánpótlás szintjén is. Hogy csöppentél a Mezőkövesden utánpótláshoz? Hát én amikor előtte játszottam, egy 5 éve játszottam Mezőkövesden, már akkor is dolgoztam az utánpótlásba, és most adódott egy lehetőség, hogy visszahívtak, és én örömmel elfogadtam a meghívást. Tényleg nagy tervek vannak, és remélem, hogy ez én is tudok segíteni ebben. Mezőkövesden a nulláról kell felépíteni az utánpótlást, hiszen általában az ilyen szintű kluboknál mindig azzal kezdők, hogy először megcsinálnak egy jó felnőtt csapatot, és utána kezdenek el gondolkodni, hogy az utánpótlást is fejleszteni kellene, vagy van egy bizonyos alap már, amit Tóth Lászlóék esetleg lefektettek annak idején? Természetesen van egy alap, tehát nem most kezdték, tehát már régi folyik meg a környékbeli csapatokban, hál' Istennek partnerek ebbe, hogy a tehetségesebbeket megpróbálják Kövesre hozni. Vannak nagyon-nagyon tehetséges játékosaink, akár itt ebbe a korosztályba is, de a fejjel még a kisebbeknél is, de inkább azt mondom, hogy innentől kezdődnek az ügyesebbek, játékosok. Én a 2008-2009-esekkel vagyok, hát nekem a 8-asok erősebbek, azok tényleg nagyon ügyesek vannak, de ezek itt a 9-eseknél is van egy-két ügyes. Felles András, megmondom őszintén, fura mostanság szónoki náv melegítőben látni, hiszen évek óta a Tiszafüreddel kötik össze a nevedet. Peló, mi lett veled, hogy kerültél éppen a MÁV utánpótláshoz? Egy jó 3 hónappal ezelőtt kerestek meg a MÁV-tól, hogy elvállalnám az U8-as csapatot. Hát mi ugye fiam is ott játszanak, ez nekem ajándék volt, úgyhogy természetesen igen mondtam. Mennyire egyeztethető össze a játékos pályafutásod az edzősködés? Hát a játékos pályafutásom az már annyiból áll, hogy hétvégenként eljövök mérkőzésre, meg hát itt úgy egyeztem meg Füreden, hogyha összeütközésben van a két történet, akkor ugye egyértelműen a gyerekeket választunk. Ha jól tudom, Szolnokon laksz, tehát ott helyben intézed az utánpótlást. Milyennek ítéled meg a MÁV UFC utánpótlását, hiszen azért ott néhány évvel ezelőtt Földi Sándorik nagyon-nagyon komoly munkába kezdte. Én úgy érzem, hogy jó úton haladunk, annyi problémánk van ugye létesítményben, tehát pályák, termek, nagyon kevés terem van, amit ki lehet bérelni, most ezzel vannak gondjaink télen is, de tehát rendben van, én úgy érzem, hogy nagyon jó úton haladunk. Egykorú futballistaként hogy látod a magyar kiválasztási rendszer megfelelő ütemben fejlődik, hiszen miközben a felnőtt csapataink vagy a válogatott szinten talán még sikeresek is vagyunk, mintha a korosztályos válogatottainknak az eredményei maradnának mostansága. Hát ez a korosztályos kiválasztás, ez most Isten igazából nincs is, mert ez az egész ez úgy olyan szinten van, mint hogy egy tömegsport lenne, tehát bárki hozhatja a gyerekét, akkor is, hogyha Isten igazából nem odavaló, elküldeni nem szabad senkit. Ezt meg is értem, de régen, amikor én futballoztam, akkor ez úgy volt, hogy összejött 200 gyerek, 20-nak azt mondták, hogy jöhet, a többinek meg megköszönték. Tehát lényegében régen sokkal nagyobb bázis volt. Tehát magyarul megint ott tartunk, hogy népszerűsíteni kell a labdarúgást a gyerekek körében. Igen. Köszönöm szépen, András, további sok sikert. Én is köszönöm. Dorcsák Zoltánt nem kell bemutatni a tiszafüredi szurkolóknak, de Zoli, most már úgy néz ki, hogy habzsolod a jót a futballban.
játszol, felnőtt csapat edzősködés, utánpótlás csapatok edzősködése, és most a torna szervezés is. Honnan jött az ötlet, hogy gyerektornát rendezzünk? Többször rendeztünk már gyerektornát, ugye mióta benne vagyok így az utánpótlásba, és elkezdtünk tornákra járni, igyekszünk mi is kihasználni, hogy van egy ilyen nagyszerű csarnokunk, és meghívni csapatokat, hogy mi is biztosítsunk a gyerekeknek versenyzési lehetőséget, ugye itt télen, valamint nyáron is szoktunk tornákat rendezni. Mennyire volt nehéz összetrombitálni ilyenkor 9-10 csapatot egy ilyen gyerektornára? Alapvetően nem annyira nehéz, itt egy kicsit elcsúsztunk az időbe, ugye azt tudni kell, hogy sok helyen rendeznek ilyenkor tornákat, és már hónapokkal előtte megvan a program. Ugye ezt, mikor Tamás kitalálta ezt a tornát, akkor már jöttek lassan az ünnepek, és nem sikerült annyira úgy összeverruválni úgy a csapatokat, de végül is, mert ugye ezt a tornát is 12 csapatosra terveztük, de végül is mondhatom, hogy 10 csapat összejött, így utólag azt kell mondom 9, mert sajnos a torna előtt egy nappal visszamondta a Miskolc betegségek miatt, de 10 csapatot így is összetudtunk szerezni. Nem árulok el titkot, a 8 évesek mellett a 12 éveseknek is lesz hamarosan torna Tiszafüreden. Miért pont ez a két korosztályra esett a választás? Az az igazság, hogy ilyen színvonalasabb tornákat, tehát ilyen nagyobb csapatokat akartunk meghívni. Nyilván minden évben másoknak szervezünk, más korosztályoknak is van torna. Úgy gondoljuk, hogy ez a két korosztályban vannak, például az U12-ben vannak megye válogatottaink is, tehát őket is szeretnénk megmérettetni ilyen nagyobb csapatok ellen. Köszönöm szépen, és akkor az egyetlen mondat erejéig térjünk vissza a felnőtt csapatra is. Bajnok lesz a Tiszafüreden egy egyben? Nagyon reméljük. Első lett a Kecskemét U8-as csapata, a döntőben a Szolnoki MÁV ellen győzedelmeskedett. A harmadik a Dorcsák Zoltán edző vezette helyi gárda lett, legyőzve a Mezőköves legénységét. Gólkirályi címet ért el Cég Máté Kecskemétről, a legjobb tiszafüredi játékos, az igen tehetséges, az édesapa tulajdonságait, értékeit öröklő Serúca Márkó lett. A folytatás február 5-én lesz, szintén országos utánpótlás tornán, ahol a 12 évesek mérik össze erejüket a többnyire NB1-es, NB2-es csapatok utánpótlás csapataival, és természetesen a tiszafüredi VSE csapatával. Köszönöm szépen!